Tavaly május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választáson egyéniben győztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkban a Koncz Zsófia miniszterhelyettes, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője érkezett. Aki már itt ül velem szemben, jó reggelt kívánok, kezét csókolom. Jó reggelt kívánok. A tavalyi országgyűlési választások után valahol, talán valamilyen elemző műsorban megjegyezték, hogy 2010 óta hölgy képviselőjelölt egyéni választókerületben nem ért el ilyen jó eredményt, mint ön. Hát ezért ez nagy elismerés, gondolom. Hát azt gondolom, hogy ez egy óriási megtiszteltetés és egy bizalom is. Igazából 2020-ban az időközi választásokkor kaptam valóban egy nagy bizalmat a térségben élőktől. Ugye nekem akkor egy nehéz küzdelemben kellett helytállnom, és igazából ugye édesapám kiskorom óta a példaképen volt az a helyzet, hogy szerintem aki tényleg közélettel foglalkozik, az nagyon fontos, hogy mindig azt tartsuk szem előtt, hogy az emberekkel találkozunk, azokat a kérdéseket, felvetéseket, problémákat igyekszünk megoldani, amiket ők elmondanak nekünk, és ez a nagy bizalom után ugye úgy fordultam rá a 2022-es választásokra, hogy tényleg a választókerületünkben 42 település van, és arra fókuszáltam, hogy minden települést a lehető legtöbbször meglátogassak, és minél többször találkozzak az ott élő emberekkel, és ezért volt tényleg óriási megtiszteltetés az, hogy 2022-ben valóban egy ilyen nagy bizalmat kaptam a térségben élőktől, és hát azóta is tényleg azon vagyok, hogy minden olyan ügyben, ami felmerül, tudjak segíteni. Az időközi választás után tehát kapott egy nagyon erős megerősítést a tavalyi választáson a választóktól, hogy jó úton járnak. Hogy miért, ugye ez lenne a következő kérdés, hogy készültem a beszélgetésünkre, hogy a Borsodabaui Zemplén most már vármegye 6-os számú választókerületéről van szó, és megnéztem a magyar távirati iroda címeit az ön választókerületével kapcsolatban, hogy milyen hírek jöttek ott, és folyamatosan azt talált, hogy mindenféle fejlesztés. Ugye átadták a Tokaj kör kerékpáros útvonal Tarcal és Tokaj közötti szakaszát, de előtte arról beszélt ön is, hogy történelmi léptékű átfogó fejlesztések lesznek Tokajban, áprilisban Szikszón átadták a felújított városi sportcsarnokot, nyilván tudnám még sorolni. Nyilván ezek a fejlesztések azért nagyon komoly eredménynek számítanak abban a térségben is. Igen, abszolút. Ez szerintem az elmúlt időszaknak fontos elemei, amit elmondott, de egy nagyon fontos dologról szerintem mindenképp beszélnünk kell, ez pedig a 37-es út kétszer-kétsávos sebővítése. Külön hagytam a miniszterelnök úr látogatása miatt. Azt gondolom, hogy talán ez azért kell ezzel kezdeni, és szerintem utána a többi fejlesztést is mindenképpen ki kell emelni, mert erre tényleg 20 évet vártunk, és ez egy óriási dolog nekünk. Tehát ez a 19 kilométer, hogy elkészült, és gyakorlatilag Szerencsről már most 4 sávon keresztül el lehet jutni akár Budapestig, de már akár Kassáig, mert ugye megépült a Miskolc és Kassa közötti autópálya is, ami szintén érinti a választókerületemet, tehát ez nekünk nagyon nagy dolog. És egyébként pedig a térségben, ugye ez egy nagyon heterogén összetett választókerület, vannak benne Tokajhegyaljai települések, ráadásul a magterület, és ahogy ön is utalt rá, ugye például Tokaj történelmi léptékű fejlesztések kezdődnek, a belváros fantasztikusan fog tényleg kinézni, a fő utca 800 méteren megújul, de közben, ahogy lehetett hallani, tényleg egy kerékpárút hálózatot építünk ki, szerintem ez egy nagyon fontos dolog a turisztika szempontjából. A 37-esnek azért van nyilván jelentősége, mert biztonságos, és a turizmus szempontjából is fontos, mert mégiscsak azért végig lehet a Tokajhegy aljakapujáig 4 sávon közlekedni, de a munkahelyek szempontjából is fontos, és ugye itt a választókerületnek a része Tiszaújváros is környéke, Szikszó is környéke, a Taktaköz, Harangod vidéke, ezek nagyon különböző, és egyébként tényleg nagyon-nagyon értékes területei az országnak, és akár a munkahelyekről beszélünk, tényleg hihetetlen eredményeket tudunk elmondani, például Szikszón van a HEL. A HEL cégcsoportot mindenki ismeri, és hát az a helyzet, hogy mondjuk 50 országba
exportálnak. Az azt jelenti, hogy az ott nálunk dolgozó, élő embereknek a termékei ennyi helyre eljutnak a világon belül. Most éppen Indiában lett piacvezető az egyik termékük, úgyhogy az a helyzet, hogy erre büszkék vagyunk, mert nyilván az ott élő embereknek a keze munkája, több mint 1000 ember dolgozik már Sixon, és most egy újabb, nagyon nagy volumenű, világszínvonalú beruházást hajtanak végre, és megint több száz embert fel fognak venni. Tiszaújváros, ugye a választókerületünkben nyilván a központi legnagyobb település, és ott ugye ipari fejlesztések vannak, a MOL poliol beruházás gyakorlatilag a legnagyobb organikus beruházása a MOL-nak, de energetikai szempontból is az ország úgy tekinti Tiszaújvárosra, mint egy stratégiai hely, és ugye ott a Tisza 2-nek az újraindítása és egy ilyen kombinált ciklusú gázerőmű kiépítése, megépítése a következő cél, itt két blokkot fogunk létrehozni, és gyakorlatilag 1000 megawattot fogunk tudni ott termelni. Tehát ez mind az ország szempontjából és egész Kelet-Magyarország szempontjából stratégiai kérdés, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy nyilván ezeket a településeket tudom képviselni, és ugye hát még arról nem is beszéltünk, hogy amúgy 100 éves a szerencsi csokoládé. Csoki, igen. Hát sok mindenről lehet beszélni. Igen. Tiszaújváros kapcsán emlegette az energetikát, azért az fontos elmondani, hogy mégiscsak az Energiaügyi Minisztérium minisztere helyettes ül itt velem szembe. Hol ér össze egyébként az egyéni képviselői mandátumának a munkával kapcsolatos része, és az Energiaügyi Minisztériumi állatitkár megbízása? Hát Tiszaújvárosban biztosan. Tehát azt gondolom, hogy Tiszaújváros egyértelműen a legjobb példa arra, hogy az energetikai munka, amit elvégzünk, illetve az a stratégia, amivel a minisztériumunk és a kormány dolgozik, annak egy fontos eleme a választókerületem is, ami tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos, de maga az energetika, azt minden embert érint, tehát az én választókerületemben élő embereket is mindenkit érint, hiszen mindenki használ energiát, tehát gyakorlatilag minden nap olyan dolgokkal tudok foglalkozni, ami azt gondolom, hogy tényleg közvetlenül érinti a térségben élőket. Visszatérve a választókerületére, aki követi az ön munkásságát például a közösségi médiában, az láthatja, hogy nagyon nagy hangsúlyt helyez a választókerületében élő emberekkel való találkozásra. És hát nyilvánvalóan gondolom én, hogy ennek kapcsán pedig vannak olyan kihívások, amiket, mint minden magyar választókerületben egy adott képviselőnek meg kell oldani. Mik ezek a kihívások, mire szeretné helyezni a hangsúlyt? Igen, az a helyzet, hogy számomra ezek a találkozások nagyon fontosak, engem inkább feltöltenek. Mikor elmegyek bármelyik település, és ott tudok beszélgetni az ott élőkkel, az gyakorlatilag azt a visszajelzést adja számomra, hogy mondjuk amin dolgozom, az egy jó dolog, vagy esetleg változtatni kell, másra jobban kell fókuszálni. Itt nagyon különböző kérdések merülnek fel. Nyilván nagyon fontos nálunk a munkahely kérdés, a munkahelyekkel kapcsolatban nagyon sok beszélgetésem van valamikor, az utakkal, az infrastruktúrával, de az a jó hír, hogy akár a Magyar Falu programnak köszönhetően is, mert azért 42 településből 38 település 5000 fő alatt is tényleg egy hihetetlen, egy csoda, hogy ezzel a programmal minden egyes településen tudtunk fejlesztéseket végrehajtani, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ami a mi célunk, meg az én személyes célom is, vagy amiben tényleg hiszek, hogy olyan településeket tudjunk kialakítani, és olyan eszközöket tudjunk fejleszteni, hogy az emberek tudjanak helyben boldogulni, és tényleg ez a vidék számára is nagyon-nagyon fontos. Tehát amikor bölcsödéket építünk, ami szintén az elmúlt időszakban nálunk is a választókedben, azt látom, hogy egyre több bölcsöde jön létre, és mondjuk ahol már van, ott azon dolgoznak, hogy azt kellene bővíteni, ahol nincs, az ott esetleg szeretnének. Ez egy nagyon fontos üzenet szerintem a családosok számára, de az, hogy mondjuk az óvodákat felújítjuk, iskolákat, ez mind-mind fontos, hogy akár az idősebbeknek is közösségi tereket, és ehhez jönnek hozzá az utak, járdák, kerékpárutak, és a munkalehetőségek, tehát hogy ez így komplex, az a csomag, ami szerintem nagyon fontos ott a mi vidékünkön élőknek is, és amikor én találkozom a térségben élőkkel, akkor legtöbbször ezekről szoktunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.